A felkészülés második hetében járunk, már túl vagyunk az első edzőmérkőzésen is. Milyenek az eddigi tapasztalatok, hogy érzed magad Egerben? Hát nagyon jó, eddig elég kemény, nem igazán a városnézésről szól ez az első két hét, de ahogy a háttérben is hallatszik, folyik a munka keménye. Kedden már lejátszottuk az első edzőmérkőzést is, az NB1-es újonc budai farkasok vendégeként. 8 gólos győzelemmel zártunk, mennyire lehet ebből a mérkőzésből kiindulni a folytatásra nézve? Hát messze menő következtetés nem lehet levonni, de az biztató, hogy jobban működött elsőre a csapat összhang, mint ahogy így elsőre szokott egy ilyen új csapatnál, szóval ez egy biztató kezdés. Te hogy érezted magad a társakkal a pályán? Nagyon jól éreztem magam, jól is ment a játék. Pénteken majd a Cegléd érkezik az Egri Kemény Ferenc sportcsarnokba. Mi lehet a következő lépcsőfok azon a mérkőzésen? Hát mindenképp ott is gondolom az iram és a tempót minél jobban tudjuk vinni. Taktikailag még annyira nincs benne egy csapat se igazából. Szóval mindenképp a futás és a védekezés minél jobban összeszedni.